Én szerettem volna kapni körömnyomtatót, meg mécses készítőt. Kisbabát. Igaz? Babát. És milyen babát mondtam? Pisilős babát. Az milyen a pisilős? Amit tud pellenkázni. Ő mindig kis autót szeretne, úgyhogy nálunk ez a favorit. A lányok körömnyomtatót meg babát, a fiúk pedig inkább kis autót várnak a Jézuskától karácsonyra. Ez derült ki ezüst vasárnap a nyíregyházi adventi forgatagban. A felnőttek ellenben azt mondják, annak örülnek, hogy együtt lehet a család, és megpróbálnak egyszerűen ünnepelni. Megpróbálunk minél egyszerűbben. Mert szerintem most már nem a hegytetőket kell keresni, hanem azokat a területeket, ahol nyugodtan tudunk sétálni. 5 unokánk van, Budapesten is, Nagykállóban is, mi Tiszavasváriban élünk, és jönnek haza hozzánk. A szüleink is élnek még, úgyhogy dédszülők is vannak 4-en. Alig várjuk, hogy együtt legyünk. Vasárnap késő délután már a 3. gyertyát gyújtották meg a város adventi koszorúján. Az öröm lángját a sztár vendég Zoltán Erika, Tormási Géza önkormányzati képviselő és Úrich Attila közösen gyújtotta meg. Az alpolgármester arról beszélt, hogy a karácsonynak nem a rohanásról kellene szólnia. Voltam egy adventi koncerten, ott a görög katolikus tábori püspök a következőket mondta, hogy az emberek, amikor meg kellene nyugodni, a megnyugvás pillanatába magasra teszik maguknak a lécet, bevásárolnak, minden megvan-e, és akkor utána, amikor elmúlik karácsony, szétnéznek karácsony romjani, és rájönnek arra, hogy nem pihentek, hanem csak szaladgáltak, készültek és feszültek volna. Azt mondta, ezzel szemben Isten alacsonyra tette a lécet, egy istállóba született meg a kis Jézuska, levitte az emberek közé ezt az örömhírt, és a lécet letette a földre. És azt tanácsolta mindenkinek, és ez egy annyira élő jó gondolat, amit én is tudok tanácsolni, hogy ne magasra tegyük a lécet, hanem tegyük le a földre, és csak simán lépjük át. Ez a karácsony szelleme. Kellemes hangulatról Zoltán Erika és táncosai gondoskodtak a Kossuth téren. Az énekesnő arról is beszélt, hogy a 22 évvel korábbi karácsony a legemlékezetesebb számára. Karácsonyból is kijutott egy nagyon különleges, egyetlen egy, ami 1997 karácsonya volt, ugyanis december 20-án született meg a kislányunk, és az volt a cél, egy nagyon-nagyon helyes kis ápolónő volt velem, hiszen én este 4-6-kor jött ki végre Zoé kisasszony, 2 napos várakozás után, úgyhogy nem volt egyszerű történet. És akkor azt mondta a kis ápolónő, aki ott volt velem egész éjszaka, hogy ha haza akarunk menni szentestére, akkor nagyon szedjem össze magam, és éjszaka már sétálgassunk. Úgyhogy neki köszönhetően megfogadtam a tanácsát, annak ellenére, hogy nem volt egyszerű feladat, de hát sok mindent megold az ember, főleg egy szülés után gyakorlatilag már bármit. Az adventi koszorú 4. gyertyáját december 22-én délután 5:30-kor gyújtják meg. A sztár vendég aznap a nyíregyházi származású Mészáros Árpád Zsolt lesz. A forgatag látogatói addig sem maradnak zene nélkül, hiszen minden este produkciók lesznek a Kossuth téren. Ezekről a nyíregyháza.hu oldalon lehet tájékozódni.